Kistelek is biztosít ösztöndíjpályázási lehetőséget fiatalok számára. Erről és ennek folyamatáról kérdeztük dr. Nagy Nettát. Idén is lesz lehetőség fiatalok számára, hogy ő pályázzanak felsőoktatási ösztöndíjpályázatra. Erről kérdezzük dr. Nagy Nettát. Köszöntöm Önt, mit is tudhatunk erről, hogyan is van ez a lehetőség itt Kisteleken, és miről is szól ez? Üdvözlöm a nézőket! 2023-ra Kistelek város önkormányzata ismételten meghirdeti a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázatot. A pályázat a szokásokhoz híven ez alkalommal is a minisztériummal együttműködésben kerül kihirdetésre. A felsőoktatási ösztöndíj pályázat elsősorban szociális rászorultság alapján lesz megítélve. Ez azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű hallgatók jelentkezését várjuk erre az ösztöndíj pályázatra. A pályázatról bővebb felvilágosítást Kistelek város honlapján találhatnak, illetve akik gyakorlottak és már az elmúlt években is nyújtottak be pályázatot, ők megtalálhatják a felhívást az emet.hu segítségével a Burza EPER rendszeren keresztül. Akik regisztráltak, nekik már nem szükséges új regisztrációt elvégezni, hanem elegendő bejelentkezni, és az ott található jelentkezési lapot kitölteni. Egyébként mindenkinek ki kell töltenie elektronikus formában a jelentkezési lapot, és azt követően ezt kinyomtatva, aláírva a mellékletekkel együtt be kell hozni a polgármesteri hivatalba. A pályázat benyújtásának a határideje ez év, tehát 2022. november 3-a. Ugye több típusa is van ennek a pályázatnak, beszéljünk erről is egy kicsit. Alapvetően két típus van, az A típusú pályázatot azok nyújthatják be, akik már jelenleg is tanulnak felsőoktatási intézményben. Ez azt jelenti, hogy két tanulmányi fél évre lesz megítélve az ösztöndíj támogatás. Ez azt jelenti, hogy a 2022-23-as tanév második fél évére és a 2023-24-es tanév első fél évére fog vonatkozni a támogatás az A-típusú pályázatok esetében. Viszont van lehetőség arra, hogy azok is benyújtsanak pályázatot, akik idén érettségiznek. Ők 6 fél évre fogják megkapni az ösztöndíjat. Tehát ez azt jelenti, hogy ők mint B-típusú pályázók nem kell, hogy minden tanévben ismételten benyújtsák majd a kérelmüket, és ebben az esetben is kell szociális rászorultságot igazoló dokumentumokat becsatolni, jövedelemigazolást becsatolni, és nyilván az A-típusú hallgatóknál még a hallgatói jogviszonyigazolásra is szükség lesz. Hol van lehetőség itt Kistelken ezzel kapcsolatban érdeklődni? A polgármesteri hivatalban tudunk bővebb információt nyújtani. Egyébként a felhívás a www.kistelek.hu weboldalon megtalálható, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy munkaidőben itt a polgármesteri hivatalban a sárga épület emeletén tudunk fölvilágosítást nyújtani, és ide várjuk a kinyomtatott és aláírt pályázati anyagokat is november 3-áig. Ahogyan említetted, már 22 éve van ez a pályázat itt Kisteleken, akkor elég nagy érdeklődéssel van minden évben. Igen, hát úgy gondolom, hogy ez még ha minimális segítség is a felsőoktatásban tanulóknak, azért mégiscsak jelent valamit, hiszen egy rendszeres juttatás, és ha másra nem, akkor a tankönyvekre, vagy az egyetemre, főiskolára járáshoz mégiscsak nyújt valamiféle apró támogatást. Nemzetközi karate bajnokságot tartottak Kisteleken. Az erről készült összefoglalónkat tekinthetik meg a következőkben. Kisteleken rendezték meg a Hungarian Open nemzetközi karate bajnokságot. Az október 8 és 9-e között megrendezett versenynek a városi sportcsarnok adott helyet. A nap a kata versennyel kezdődött, utána következtek a gyermek és a felnőtt versenyek, majd a professzionális küzdelmek. Időközben sor került az ünnepélyes megnyitóra is, a város nevében Nagy Sándor polgármester is köszöntötte a résztvevőket. Sinán Kószó Ildikó, a verseny főszervezője értékelte a versenyt. Nagyon nehéz nap volt, nagyon sok versenyző jött el külföldről, 13 nemzet vett részt rajta, és eredményes volt a magyar csapatnak, ezért elégedett vagyok, és úgy érzem, hogy a külföldieknek is egy pozitív élménnyel zárult. Ugyanis itt a lehetőség, hogy önök rendezzék egyébként ezt a rendezvényt. Engedélyt kell kérnünk a Világszövetségtől,
és hát ez egy hosszú folyamat, hogy az ember sokáig ott van a versenyeken, megismerik, és akkor megbíznak benne, hogy meg tud rendezni egy ilyet, és amikor így adódott a lehetőség, hogy szeretnénk, kértünk engedélyt, és bizalmat szavaztak nekünk a Világszövetségből. 13 országból érkeztek erre a versenyre. Milyen érzés volt látni, hogy ennyien érkeztek ide? Hú, nagyon, nagyon jó volt. Alapvetően úgy éreztem, hogy ha egy 150-200 versenyző eljön, akkor ugye a Covid után elégedett leszek, és több mint 220 regisztráció érkezett, szóval túl teljesítettük egy kicsit. A hazai versenyzők közül bajnoki címet szerzett Polák Leila női formagyakorlatban és női 55 kg-os küzdelemben is. Szalai Gréta plusz 65 kg-os küzdelemben, míg a formagyakorlat versenyszámban első helyen végzett a férfiaknál Ördög Balázs, a szenior korcsoportban Gyuris Tamás, a csapat formagyakorlat megmérettetést pedig Pápai Balázs, Pápai Bertalan Tóth Péter összeállítású magyar csapat nyerte. Konferenciát tartottak az Opusztaszeri Emlékparkban. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. Szer monostorától a szobori búcsúig Opusztaszer és a Magyar Egyháztörténet címmel tudományos konferenciát tartottak október 14-én az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kertész Péter, az emlékpark ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket. Tisztelt Püspök úr, tisztelt előadó, kedves vendégeim, engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Önöket itt a Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, amely honkolás után az első magyar országgyűlésnek helyet és emléket állít. Tudjuk, hogy honfoglaló magyarjaink már kapcsolatba léptek több vallással is, az iszlámmal, a hindu vallással, a kereszténységgel, de nem mondhatjuk azt, hogy a honfoglalóink keresztények voltak, hiszen a temetkezésekor árulkodtak, hogy a humán tudományok alapján epogány szokások szerint emelkeztek meg, de biztosan voltak, mert más vallások és köztük is számos kockázal azért kapcsolatba kerültek a forrásokból és a kronikákból. Nagyon sokan a vezető tarsonyban ezt tudták emlegetni, amelynek másolatait is látható a Emlékparkban, a szem közepén egy kereszt található, tehát tudjuk, hogy a tarsonyban ezt viselő vitéz, az Pogány úrra részleges lovas temetkezéssel temetkezett, tehát ezt állítják, hogy ő már keresztény volt, az nagy valószínűséggel én utoljára. Viszont a Szent Istváni államalapítás óta magyarság legfontosabb gyökerei a kereszténységre vezethetők vissza, hiába próbálják ezt mostanában néhány fogány alkalási művei talán bevonulni egy ős vallásbenős misztikus kereszténységben, és ilyen próbálják fogmányi sebőkérben érzni, mégiscsak tudjuk, hogy a Szent Istváni építkezés az, mely gyökereinket meghatározza. Az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a keresztény egyházhoz kötődik szinte megalakulása óta, hiszen a Döntöcs Benedek Opusztaszeri apát, a figyelmet 19. században a helyet jelentőségére, és ő is kezdte meg a monostor társatársai, hiszen egyetlen hiteles régészeti emlékünk mégiscsak a Miralföld legnagyobb monostora, Bencés monostora. És hát más számos szállal is kötődik az emlékpark a keresztény egyházhoz, akár mint a Péter sem mindette, igazából az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Horváth Gábor igazgató igazgatási tevékenysége alatt kezdte el a keresztény magyar identitás erősítését, hiszen amikor a 80-as években elkészültek a tervek, természetesen sok minden szerepelt a tervekben, sok minden nem valósulhatott meg. És Horváth Gábor két között közöttünk volt a felső, aki újjáéreztette
elmúlt évtizedben számos építménnyel és tárgyelmékkel is szeretnénk a magyar keresztény identitásra felhívni a figyelmet, és ezt tovább erősíteni. Kőkereszteket emeltünk, szentszobrokat, szentszobrárázásokat építettünk, és hát felépítünk egy kápolnát, ami az eredeti tervekben is benne volt. Több mint egy évtizede már tulajdonosként is segíti munkánkat a Szegedes Csanád Egyházmegye, amely létrehozott egy alapítványt, a munkának az elősegítésére a Szerbszenet Alapítvány, amely most már tulajdonosként is segíti az emlékpark ezen irányú törekvéseit. Köszönjük szépen, Püspök úr, hogy ezt a munkánkat így módon is tudott segíteni. A mai konferencia jelentőségét, én azt mondom, hogy az előbb elmondott, viszont a fontosságát igen, hiszen most egy olyan korban élünk, ahol már említett újpogányság, illetve a 21. századi nagy keresztény üldözések, ugye a gender ideológia előretörésével egy fontos üzenetet kell megfogalmaznunk, és az üzenet azt gondolom nem más, mint hogy a magyarság Kárpát-medencei fennmaradását a kereszténységnek, a keresztény kultúrának köszönheti, és azt gondolom, hogy a jövőben való megmaradása is csak ezen gyökerek tovább ápolásával lehetséges. Kívánok mindenkinek hasznos időtöltést a mai napra, és azt gondolom, hogy az előadások akár vitákat is előhozhatnak, és a kutatóknak, a kutatókat pedig azt szeretném kérni, hogy majd dr. Kisrigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke nyitotta meg a rendezvényt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nevemhez méltó módon madártárnakból próbálok közelíteni a mai konferenciára. Kókusztaszer, aki már szimbólumá vált az egész nemzet számára, és ami a kókusztaszerik emlékparunkban történik, az valódi szolgálat az egész ember javára az életre különböző területén. Ez a konferencia is egy ilyen szolgálat az egész ember javára. Azt szokták mondani, hogy a történelem az élet tanítómestere. Ilyen szempontból a történelem tudományra nagyon nagy szükség van mostanában, mert kevés a tanító a szó teljes nemes értelmében a mai társaság. Ripacsok, olyácák, epigonok rengetegen vannak, kevés igazi karizmatikus tanító. A történelmi tudomány egyik feladata, hogy az életre tanítsa a mai embert, társadalmat. A történelmi tudomány másik feladata abban fogad, hogy történelmi ismeretek nélkül és identitása senkinek. Történettudomány egyik feladat, hogy identitást erősítsen nagyon, annak a tudatosítását segítsen. Azt is szokták mondani, hogy a jelenet, a múlt és a jövő állandóan mozgó meccéspontja. Ezt most mi a Szeged-Csanádi Egyházmegye közössége ezekben az években különösen is egyre jobban átérezzük, erre reflektálunk. Közelítve az alapítás 150. évére a millennium megnevezésére, 8 év múlva 2030-ban. Ebben a helyzetben különösen szükségünk van igazi tanítókra és identitás tudatra. Azt kívánom, hogy ez a mai konferencia mindenünk számára legyen alkalom a tanulásra és az identitás megerősítésére. Én is sikeres konferenciát kívánok. A
A délelőtt folyamán előadást tartott többek között professzor dr. Veszprémi László, dr. Horváth Gábor, dr. Petrovics István, Szabó Dénes Kristóf, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark régésze, dr. Zombori István és dr. Habil Miklós Péter. Domonics Jánost, Kistelekváros alpolgármesterét kérdeztük a településen történt kisebb fejlesztésekről. Több kisebb fejlesztés valósult, meg is fog megvalósulni a közeljövőben itt a településen. Erről kérdezzük Domonics János alpolgármestert. Köszöntöm Önt, mik is ezek, amik megvalósultak, és mik fognak a jövőben itt? Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a Kistelek TV nézőit. Három beruházásról tudok beszámolni most, így röviden. Van olyan, ami már befejeződött, és kettő közülük még folyamatban van. A legkisebb, de nem a legkevésbé fontos itt a hátunk mögött lévő Petőfi iskola udvarát és az önkormányzati ingatlant, a rendezvényházunkat elválasztó kerítés. Ez korábban egy nagyon leromlott rozsdás drót háló volt, ami elválasztotta itt a gyerekek játszóterét az önkormányzati területtől. Ezt szeptember 1-ére iskola kezdésre igyekeztünk végre egy kulturált formába elkészíteni. Én szerintem magáért beszél, nagyon jól sikerült a kerítés. Úgy próbáltuk meg kialakítani, hogy a gyerekek még le is tudnak ülni rá, tehát egy ilyen kicsit pad jellegű is a patkája, és egy kicsit az önkormányzati területből átadva az udvar számára egy nagyobb területet adtunk át a gyerekeknek. Így kialakult itt egy belső tér, ami a kis kemencével alkalmas akár kisebb csapatépítő programok, vagy éppen a tanároknak bármilyen kis szabadidős tevékenység eltöltésére is. A másik programunk, ami folyamatban van, azt már biztosan látták, a gimnázium és az Ötös út által határolt területen, a focipályánkkal szemben elkezdtünk egy csordakutat építeni. Ez egy vidékfejlesztési program pályázatnak a része. Az önkormányzat közel 30 millió forintot nyert a kulturális és természeti értékek megőrzése programban. Három különböző helyszínen kutak, szökőkutak rendbetételére. Az első eleme ennek a focipályával szembeni valamikori csordakút helyreállítása. Ez nagyon jól halad, ez nem sokára átadásra is kerül. Ennek a pályázatnak további két eleme van. Az egyik a templom melletti Erzsébet szobornál egy ivókutat fogunk létrehozni. Körülbelül úgy kell elképzelni, mint a Szent István téren lévő szökőkútnak a stílusában. A harmadik eleme ennek a programnak pedig a körforgalomban lévő szökőkutunknak a megújítása. Szegény szökőkutunk már az évek alatt a víz és a nap hatására már leromlott, a csembék is potyognak szegényről, és a pályázat keretében egy teljesen új vízszigetelést fog kapni a szökőkút, és részlegesen ki is tudjuk majd csempézni újra. A harmadik pályázatunk a legnagyobb. Az önkormányzat 182 millió forintot nyert külterületi helyi közutak karbantartására. Ez egy olyan pályázat volt, amelyben olyan utakra tudtunk pályázni, ami már vagy aszfaltozásra került korábban, csak nagyon rossz kátyús állapotban volt, vagy, mint ahogyan mindenki ismeri, kőszórásos borításuk volt eddig, ami ugye mindig kikátyusodott és nagyon porolt, és eléggé zavaró volt már a lakosok, az ott lakók számára. Három különböző szakaszon zajlanak az építkezések, az aszfaltozások, sőt már kettő szakaszon el is készült. Az első a Kistelek-Csengele határút, ami a Szőlőki állomástól indulva az autópálya lehajtóig tartó kisteleki szakaszt érinti. Ezt már a kivitelezők át is adták a lakosok számára. Sőt, a második szakasz pedig a Kistelek-Gőzmalom utca végétől, ha elindulunk kifelé, az első őrházon át, most már egészen körbe tudunk menni, az ÖMV benzinkútig. Ez is egy 1500 méteres szakasz, szintén elkészült már. A
lakosok nagy megelégedésére, tehát sok gazdálkodó lakik arra, amelyiknek ezután a piacra jutását és az életét nagyon megkönnyíti. A pályázatnak a záró szakasza zajlik éppen egyébként az Unikem gyáregységénél, ahol szintén a meglévő kőszórásos utat le fogjuk tudni aszfaltozni. Még a tél beállta előtt a kivitelező ígérte, hogy minél előbb át tudjuk adni a lakosok számára.